A kispesti mézes kalács óvoda mintájára a Zöld Ágacska óvoda is indult az akkreditált kiváló tehetségpont cím elnyeréséért. A regisztrációt követően nyílt meg csodavárás tehetségműhelyük, melybe 6 kézügyességét illetően kimagasló képességű kisgyermek járt az elmúlt évben. A műhelyben készült alkotásokat az óvoda kiállította, hogy azok mindenki számára megtekinthetőek legyenek. A kiállítást Vincek György alpolgármester is köszöntötte, és személyesen adta át a gyermekeknek az emléklapokat. Itt olyan nevelés folyik, és annak kell megfelelni, hogy a gyermekeket tulajdonságai, képességeik szerint megpróbálják minden egyes gyereket önállóan, hogy miben a legügyesebb, miben a legtehetségesebb, és megpróbálják a gyermekeket olyan tevékenységi körökhöz illeszteni, amelyben ők a legjobbat tudják önmagukhoz képest nyújtani. A szakemberek szerint minden negyedik kisgyermek tehetséges valamiben. A fokozott érdeklődés egy-egy terület iránt már 2-3 éves korban jelentkezik. Már egészen pici kortól figyeljük a gyerekeket kis és középső csoportban, aztán középső csoport végén van egy tulajdonságlistánk, amit a mi munkaközösségünk összeállított, és azok alapján beválogatjuk a tehetséggondozó műhelybe a gyerekeket. Egy-két konkrétumot mondhat, megtudhatunk? Igen, például, hogy szárnyaló képzelő erőt mutat, fantáziadús, aztán nagyon elmélyült az ilyen manuális képes munkákban. És azt látjuk, hogy a szabad idejében is kreativitását kibontakoztatja, a vizuális tevékenységekkel foglalkozik. A program keretében egy-egy tehetséggondozó műhelybe 6-6 kisgyermeket választanak be annak érdekében, hogy a foglalkozásokon lehetőség legyen mindenkivel egyénileg foglalkozni. A pályázatnak az egyik kritériuma volt az, hogy 30 foglalkozást kellett tartanunk a gyerekeknek. A 30 foglalkozást azt egy év alatt azt úgy tudtuk felépíteni, hogy minden héten kellett egy-egy foglalkozást tartanunk. A foglalkozásoknak volt két fajtája, az egyik az egy élményszerző kirándulásokat tartalmazó program volt, a másik pedig az adott tevékenységcsoportot ölelte fel. A 6 fős csoport élményszerző foglalkozás keretében járt a fűvészkertben, az állatkertben, és kirándultak, valamint iskolai kézműves foglalkozásokat látogattak. Amit nagyon fontos tudni, hogy bár különlegesnek számított az, hogy a hely, az eszköz, vagy akár még a személyek is, de ezek a kisgyerekek annyira szeretnek ábrázolásos tevékenységet csinálni, hogy bent a csoportban is nagyon sok időt áldoznak arra, nagyon sok időt foglalkoznak ezekkel a tevékenységekkel. A kimagasló vizuális és manuális képességekkel rendelkező gyermekek a foglalkozásokon olyan tevékenységeket végeztek, melyekre a csoportfoglalkozásokon nincs mód. Szőttek, ragasztottak, szögeltek. Ez egy nagyon jó felkészítés arra, hogy majd mikor alsó tagozatban az iskolába kerülnek, és viszik magukkal azokat a véleményeket, amelyeket itt a tehetségük, a képességük folyamán szereztek, akkor megkönnyíti majd az iskolai beilleszkedésüket, mert az ottani pedagógusok nyilván majd azokat a képességeket fogják erősíteni. A Nemzeti Tehetségprogram keretében az emberi erőforrás támogatáskezelő 800 ezer forinttal támogatta az óvodát a tehetséges gyermekek fejlesztésében. Nagyon-nagyon sok eszközt tudtunk a gyerekeknek venni, egyrészt olyat, amit felhasználtunk ezekhez a foglalkozásokhoz, de nagyon sok olyat, amit el tudtunk tenni, például a szövőszékeket, a körmöcskéket, amiket el tudtunk, ollókat, ragasztókat, ugye sok mindent el tudtunk tenni a következő évekre. El tudtak menni a gyerekek egy fazekas műhelybe, külön busszal egy foglalkozást megtartani, egy része bérre is megy, illetve különböző olyan papírokat, irodaszereket is tudtunk vásárolni, ami kiegészíti ezt a tevékenységet. A Zöld Ágacska óvoda tavaly regisztrált a Nemzeti Géniusz programba, és most a csodavarás kézműves tehetségműhely első évadzáró kiállításával vált az Országos Tehetségpont óvodai hálózat tagjává.